van, hogy középkorba kerülnek, becsöppennek, meg a legváltozatosabb helyzetekbe, sárkányok közé, meg mindenhova. És ők ugyanúgy megmaradnak, hogy izgul a gyerekéért, harcol a sárkánnyal, küzd az életben mindennel, a családjáért küzd a Marge. Olyan bájos dolog ez. Ez a nyár lehet az utolsó esélyed, hogy közel kerülj a fiathoz. Nehogy elszúrd. Szóval, milyen volt a kempingezés apáddal? Ó, az én kis kedvenc felfedezőm. Lisa, el akarod vinni a desszertjét? Örülök, drágám, ez nagyszerű, de tudod, most Bart szüli napját ünnepeljük. Szerintem éppen attól frenetikus és teli találat, hogy annak az average Americannek, annak az átlag amerikainak az élethelyzetét próbálja pillanatfelvételek százmilliószorosában rögzíteni, konzerválni, és mint egy shakespeare-i módon tükröt tartani a társadalomnak, hogy így éltek ti, Simpsonék. Sok égő kínos helyzetet elkerülhetsz, ha úgy teszel, mintha éppen telefonálnál. Várj, fel kell vennem a telefont! Bart, amikor megszülettél, halálra rémültem, mert ez azt jelentette, hogy nem vagyok gyerek többé, felelősséget kellett vállalnom. Én is egy félreértett fickó vagyok, aki csak azt szeretné, hogy a családja szeresse. Talán kezdhetnénk egy öleléssel. Úgy örülök, hogy megnyíltam. És örülök, hogy van egy kölyköm, aki soha nem megy sehová, soha nem csinál majd semmit. Nem a zászló mérete a lényeg, Marge, hanem hogy mit csinálsz vele. Itt nem csipjük a dicsekvőket. Dob! Ami jó, azt felszabad után lehet csinálni. Szerintem azért megy ez a sorozat, mert ezt a készítők, akik mögött tudjuk, hogy itt magyar van, Csupó Gábor, ugye? Leges az egyik mastermind mögötte. Tehát ami jó, az felszabadultan csinálják, és ez látszik benne, ez a tök szellemi szabadsághoz, hogy nem kell kompromisszumokat kötni ők, hogy mernek bunkók lenni, ha kell, mernek érzelmesek lenni, mernek eljátszani mindennel, a politikától, kultúrán át, egészen a nagyon személyes, nagyon intim dolgokig. Ay, caramba! Na most megjelentkezem! Na jó, oké, mutassuk meg ennek az ártatlan ifjú veteránnak, mi történik, ha felszólítja Bart Simpsont. Hölgyem, a nevem Bart, és csak el akartam mondani, mekkora öröm, hogy köztünk van. Mi a fene? Ó, van egy helyes új szexi tanárunk, hát fel sem tűnt. Tanárnő, adná egy puszit a bibimre. Írjunk bele valamit? Nem kell. Jó, oké. Tanárnő, adna puszikákat a bibimre. Jól vagyok. 12:25. Én szeretem a humorát, és egyébként azt szeretem benne, hogy ugye nincs eltúlózva benne a káromkodás például. Ugye egyáltalában, mint a későbbi testvéreiben, akár mint egy Family Guy-ban, vagy South Parkban. Tehát, hogy nem annyira trágár még, viszont ugyanúgy úgy oda tud csípni. És ezt szeretem benne. Anyu, ez csak a Mayo Klinika egészségügyi nyári tábora. Teljesen egyedül is elboldogulok. Ez sokkal kisebb, Liza. Ez a mini. Nyisd a macskát! Az egér leüti, a macska szétesik! Milhouse egy szegény kis balek, aki nagyon szeretne rossz fiú lenni. Egy finom ércesség van a hangjában, de igazából meg nagyon, nagyon puhán és nagyon bárgyún beszél néha. És ezt megpróbálom visszahozni, hál' Istennek megvan szerintem az ércesség, ezt viszonylag sok rajzfilmben használom, ezt a kis rekesztést, amivel tudok olyan Milhouse-osan beszélni. Apa, ezzel leégetsz engem, ahogy szoktad.
Lehetne, hogy most ne veszekedjetek az irántam érzett tiszteletből? Ó. Több stúdióban csinálták már ugye ezt az egész sorozatot. És mindig, amikor átkerült egy másik helyre, akkor kisebb szereplőket átvettem én például. Hogy volt Nelson után, csináltam a három rossz srácból az egyiket, a kövér kopasz srác volt. Aztán mostanság az elmúlt két évben, vagy két-három évben elkezdtem csinálni a Ralphot, és további epizód szereplőket. Mindig változtatom a hangomat, úgyhogy lényegében ennyi. Jelen pillanatban, aztán ki tudja még, kit fogok csinálni a jövőben. Még mindig kiskád, zsöpve! Aha, kiskád. Aha, így, és így 12 másodpercig fognak járni. Jó. Még mindig kiskádban fürdetnek. Akkor csak egy személyre eszem krétát. Ezt eleve 5-6 hang csinálja. Ezt azért erődeim is észrevették természetesen, hiszen a Marge, azaz a Pálos Zsuzsa, volt a magyar hangja a Marge két testvérének is, amit persze nagyon jól észrevettek, hogy az mindenképpen azt ugyanaz az eredeti hang csinálta. Én mindig megnézem a vége főcímet, megnézem, hogy hány hang szerepelt benne, és azért megpróbálom úgy alakítani, hogy, és hogyha hallom ráadásul. Tehát például nagyon gyakran mostanában előfordul, hogy a Lizát alakító, vagy a Lizának magyar hangot adó Bogdányi Titanilla más szerepeket is csinál, mert hallom, hogy az eredetiben is feltehetően ő volt. Tehát az eredeti hang szinkronizált más szereplőket, más figurákat. Sherry vagyok, minél messzebb jutunk, annál több különbséget fedezhetsz fel. Minden családban vannak furcsaságok. Csak megszállt az ördög! Hülyeséget csináltam, anyátok elment! Palacsintát ez elfogyott minden! De ami őket illeti... Nagyon szeretlek, drága! Nem kell más, csak szeretet! A Simpson család. Minden hétköznap a Foxon.